előbb-utóbb bele kell nyúlni a Lothar Matthäusnak a mérkőzésbe. Be kell hoznia még egy vagy két támadó szellemű játékos, lehet, hogy a Bodnárt lehozza és a Leandrót vagy a Lövöt hozza a bal oldalra. Szabics meggondolja magát, mégis előre indult, aztán a játékvezető szerel. Gudjonsen pedig lefordul Tóthról, nagyon nagy a baj, Tóth lépés hátrányban, Gudjonsen befelé viszi. Hát én azt hiszem, hogy most a játékvezető azáltal, hogy szerelt minket, most így próbálta kompenzálni ezt a hibáját, hogy nem adott szabadrúgást. Az igen, az lesz. Ez viszont egy pompás labda, Torgelle, lesz-e 2-1? Igen, szép bocsánat. Pompás labda, Torgelle pedig bezúdítja a balsarokba. Fordít a magyar válogatott. Gera még mindig, rá tapadnak szintbe, ott van Szabolcs! Van, igen, de nem kell megmagyarázni, 3-2. Torgelle még nem, Szabolcs viszont már igen. És megint Gera volt az, aki gólpasszt tudott adni. Ha már ugye Gera szóba került, tényleg ugye nem akartam, hogy bármely nem játszott volna az első fél időben, szerintem ezt ő is ígérti. Sometimes I feel sitting on trains. Every stop I get.
way, dead world democracy. Yeah, I got more records in the KGB. So no funny business. You already a magyar válogatott a második félidőben 3-1 ide. Vadóc is jól játszott végig, megérdemli, de még mennyire, hogy megérdemli a gólt. Vadócra Nikó Kovács figyel, Simon is pedig a berobbanó Vaskóra ügyel. Petrics fejelte föl a magasba, és egyenlít a magyar válogatott, hát nem akármilyen góllal. Reklamál a horvát csapat, hogy ez kiről mentett, meg kell nézni a lassításon. 45. perc, Letikóza mosolyog, meglehetősen kínos vigyor ez.